reménykedünk abban, hogy a képen látható két csapat elkápráztat majd minket gólokkal, mert hogy a második fordulóban a labdarúgó OTP Bank Ligában 27 találat született, itt a harmadik játéknapon pedig, hogyha jól számoltam, akkor írd és mond 8 találat. Kovács Dániel véd Nagy Krisztián próbálkozását. Adogat a Kecskemét, de egyelőre komoly gólszerzési lehetőség nélkül. Maier, ez pedig szabálytalanság. És szerintem sárga lap Zeke Máriónak. És egy szöglettel felérő szabadrugással jöhet a Kecskemét. Ott nyúlik Maier meze. Lágyan középre, Imbor fejel, kapufa, és ott a gól! A kipattanóra sikerül lecsapni a Szalainak, és a 35. percben, a 34. perc legvégén megszerzi a vezetést a KTE. És lehet, hogy nem is Imbor fejéről, hanem válláról pattanik tovább a labda. Így van, Csongai fölött átszáll, és Szalai kapcsol a leggyorsabban. Közvetlen közelről bekotorja a labdát a kapuba. Akkor a Győr játékosaként, és ahogy mondtam, azóta sokat változott a bajnokság. És ott egy lehetőség Fehérvári oldalon, Kodró fölé. A bosnyák válogatott egyenlíthetett volna. Ez egy remek fejes volt, ami gondot okozott Serafimovtól Vargának, Kodró pedig fölé rúgja. Bartos Zselák kapott egy kis segítséget a kispadról, lehet, hogy a videó elemző valamit felfedezett a Kecskemét játékában. Szuhodovszki el tudja hozni Flores mellett. Szuhodovszki kiskérné, nem adja! Szuhodovszki! A felső létről perdül tovább a labda. A Kisvárda ellen kapitálisan nagy gólt ragasztott Szuhodovszki. Megharcolt ezért a labdáért. Kalmár az iménti szabadrugás után vissza tudott már lépni, Spandler értelemszerűen a 16-os vonalán áll. Szuhodovszki rossz az átvétele, de így jár jól a Kecskemét. És roboghat Horváth Krisztofer egy az egyben Zekével. Horváth rávezeti Zekére, Horváth lövi el, Kovács véd. Nagy helyzet volt. Horváth végigvezetheti a félpályán. 18-ról megkínálja Kovácsot, ki tudja ütni a labdát. Flores. Csongvai. Horváth Krisztofert nem tudta megkerülni, Krisztensen gyűjti be. Karamoko dobja ki oldalra. Csongvai beadása! És felső léc! Kodró! Rengeteg egyeztetést követően térhetett vissza Horváth a Torinótól. Ezúttal pedig újabb kecskeméti lehetőség. Tóth az öt és felesen belül, kapufa! Ez megint csak egy szép akció, nem merik bántani Krisztensenék Tóthot, aki a kapufát találja telibe. A második léc kecskeméti oldalon.